szépen! Poló László vagyok, két gyermekemnek van devizahitele. Röviden annyit szeretnék mondani, hogy jogi úton ezt a problémát nem lehet megoldani. Én készültem egy kis összehasonlítással, hogy ugyan Magyarország az Európai Unió tagja, de az Európai Unióban egész más jogszabályok vannak, amik kötelezők lennének a magyar jogszabályokra, de itt is egész más jogszabályok vannak. Nekem minden tiszteletem az ügyvédeké, külön a kedves ügyvédnője, akinek minden előadását megnéztem az interneten, és nagyon köszönöm az értüket. De már most mondok egy eklatáns példát, hogy ami az egyik oldalon igaz, a másik oldalon nem igaz. A tisztelt ügyvédnő az előbb pont azt mondta, hogy a bíróság nem mérlegelte a körülményeket. Hopp, én erre most találok a magyar jogszabályban, az érvénytelenség okának a szerződés megkötésekor kell fennállnia, ugyanis a később beállott fogyatékosság a szerződés érvényességére nincs kihatása. Na most akkor kinek van igaza? Ha bármit beadunk, a legjobb indokokat is, mindig fognak találni valami jogi csűrés csavarást, amivel el fogják utasítani a kereseteket. Egy, kettő. Dr. Lehmann György ügyvéd úrral kapcsolatban szintén megvan a véleményem. Egyfelől tisztelem a bátorságát, másfelől nem. Viszont egy nagyon érdekes dologra hívta föl a figyelmet, amit a saját bőrömön is megtapasztaltam. Május óta mondva csinált ürügyekkel minden keresetet visszadob a Fővárosi Törvényszék gazdasági kollégiuma. Én az APSZA 6 pertársaság tagja vagyok, az első 3 pertársaságot befogadták még tavaly előtt, a 4., 5., 6. minden indoklás nélkül ilyen általános, mondva csinált indokkal visszadobják. Ki van adva állítólag, én nem merem ezt mondani, mert erre nincs bizonyítékom, ki van adva egy dr. Kis Tamás nevű bírósági titkárnak, hogy minden egyes devizaügyi pert utasítson vissza, és így megy. Na most ez... Még ha megengedik, csak nagyon röviden, hogy mi a különbség az európai meg a magyar jogszabály között. Van a Banco Español C/R 618-as ítélet, az Európai Bíróság megállapítja. Ha a Nemzeti Bíróság jogosult lenne arra, hogy a tisztességtelen feltételek tartalmát módosítsa, ez a lehetőség sértené a 93/13 7. cikkely által elérni kívánt hosszú távú célt. Emellett a Nemzeti Bíróság rendelkezésre állna, hogy nem tudná önmagában a fogyasztók számára olyan hatékony védelmet biztosítani, mint amilyet a tisztességtelen feltételek alkalmazhatása eredményez. E megfontolásból mi következik, hogy ez a cikkely nem értelmezhető olyan módon, hogy az lehetővé teszi a Nemzeti Bíróság számára, hogy abban az esetben, amikor a szolgáltató és a fogyasztó közötti szerződésben foglalt nem megfelelő feltétel fennállását megállapítja, az említett feltétel tartalmát módosítsa anélkül, hogy a fogyasztó vonatkozásában az alkalmazását egyszerűen eltekintem, mert itt most a kúria mit csinált? Egyszerűen módosított és betett egy feltétel teljesen önhatalmára. Igen ám, csak hogy ugye van azt mondja a PK vélemény, nézzük, azt mondja, a magyar jó, azt mondja, és ez alapján pedig hát akkor a kúria jól járt el, hogyha ez igaz. Azt mondja, ha az érvénytelenség oka kiküszöbölhető, akkor az érvénytelen szerződést megkötésének időpontjával visszamenő hatállyal érvényessé lehet nyilvánítani. Ezt csináltak úgy. Tehát bármit csinálunk, hivatkozhatunk az árfolyamrésre, hivatkozhatunk az összes tisztességtelen feltételre. Lehet, hogy lesz egy-két olyan bíró, akinek a családjában van devizahitel, és ő mennyi rajongra fog ítélni, de a legtöbb, aki a jelenlegi és az elmúlt évek politikai összefonódási hatalmának a bérencei mindig ellenünk fognak ítélni, és 3-4 évig fog húzódni, és soha nem lesz történni semmi. Felszólítom és felkérem a Jobbikot, mint az egyetlen magyar nemzeti érdekeket.
védő pártot, hogy teljes mellszélességgel továbbra is álljon ki az érdekünkbe. Tisztelettel köszönöm azokat a megszólalásokat a parlamentben, amivel Z. Kárpát Dániel úr elkövetett, illetőleg felszólalt. Ez egy szemenszedett köztörvényes bűn volt, amit valakit megtaláltak. Minket félrevezettek, amikor mi bementünk a bankba, gyönyörű grafikonokat mutattak, hogy az elmúlt 5 évben csak 3-4%-ot mozgott az árfolyam. Amikor fölvettük a hiteleket, érvényben volt még 2000-től 2008-ig, amíg ez a Simor meg nem szüntette, az intervenciós árfolyam. Egy felvállalható kockázat volt nekünk, hát láttuk, hogy nem fog mozogni 10-15%-nál többet az árfolyam. Felvállalható volt a kockázat. Tovább menjek. 60 ezer forint volt a fiam fizetése, beírták, hogy 200 ezer. Nem vizsgálták a hitelképességet. Sorolhatnánk, hogy hiába megyünk a bíróságra, el fogják utasítani. Csak politikai megoldás, és a másik szintén, hogy a megosztóan ugyan, de minden tiszteletem a Kásler Árpád úré is, mert nála is azért vannak bizonyos túlzások, de egyetlen egy igaz mondata volt, amíg a kritikus tömeg nem lesz az utcán, addig röhögve fogják folytatni a kifosztásunkat. Nagyon köszönöm!